Az egészségügyi miniszter rendelete alapján új szabályok vonatkoznak a koronavírusos betegekre. A kórházaknál kialakuló hosszú sorok elkerülése érdekében a pácienseken gyors teszteket végeznek majd. Ezt otthoni elkülönítés követi, amely alatt a pácienseknek fel kell venniük a kapcsolatot a házi orvosukkal. A plusz munkának számító felügyeletért a házi orvosok 105 lejt kapnak páciensenként. A nem súlyos tüneteket mutató COVID-19 fertőzötteket nem utalják be a kórházakba az egészségügyi miniszter legújabb rendelete értelmében. A cél a megsokasodott új esetek miatti zsúfoltság elkerülése. Ennek érdekében gyors teszteket fognak elvégezni a betegeken, amely után a páciens otthoni elkülönítésbe kerül. Ilyenkor a betegnek értesítenie kell a házi orvosát az állapotáról és arról is, hogy hol tartózkodik elkülönítésben. A házi orvosok a páciensekkel való konzultálások után három kategóriába sorolják a betegeket. Az első kategóriáról dr. Szabó Zoltán házi orvos tájékoztatott. A diagnózis pillanatától, mikor már megtudtuk, hogy miről van szó, az elkövetkező két hétben valóban a betegeket naponta felhívjuk telefonon, megkérdezzük, hogy milyen az általános állapotuk, van-e lázuk, fejfájás, meg a többi tünetet. Ezt mi rendszerezzük, beírjuk egy korlapba, és két hét után a beteg megkapja a betegszabadságát, és mehet dolgozni. Hozzátettem, ahhoz, hogy a beteg visszamenjen a munkahelyére, nem lesz szükséges sem epidemiológiai igazolásra, sem negatív COVID-tesztre. A tünetmenteseket két hét után ezek nélkül is gyógyultnak nyilvánítják. Kötelesek azonban maszkot viselni és betartani a társadalmi távolságtartást 10 napon keresztül. A tüneteket mutató vagy veszélyeztetett helyzetben lévő pácienseket a házi orvos a mentőszolgálat segítségével kórházba szállítatja, ahol klinikai vizsgálatoknak vetik alá őket, ezek eredményének függvénye, hogy beutalásuk szükségessé válik, avagy sem. A közepes vagy súlyos tünetekkel rendelkező betegeket COVID-kórházakba utalják. Egyébként őket is a házi orvosok fogják majd gyógyultnak nyilvánítani a napi állapotfelmérési adatok alapján.